Toronyi Gyöngyi, az iskola magyar-német szakos pedagógusa szívügyének tekinti a gyerekek idegen nyelv oktatását, így nagyon várta már a szerződés aláírását. Régóta szerettük volna már, hogyha mi is csatlakozhatunk a DSD programhoz, hiszen nagyon sokan érkeznek hozzánk úgy gyerekek, hogy a DSD 1 nyelvvizsgájuk már megvan, viszont nem tudtak vele itt tovább haladni, úgyhogy nagyon örültünk, amikor ismét lehetőség nyílt arra. Nagyon hosszú ideig nem lehetett csatlakozni ehhez a nyelvvizsgaprogramhoz, és amikor újra lehetőség nyílt rá, akkor gyorsan megragadtuk az alkalmat. A DSD rövidítés magyarul német nyelvi diplomát jelent. Ez az alapfeltétele annak, hogy aki nem német állampolgár és nem német anyanyelvű, az egy német egyetemre felvételt nyerhessen. Ez a vizsga, ez azt jelenti, hogy ha leteszik a gyerekek, akkor a magyar érettség és ezzel a nyelvvizsgával a kezükben egyből mehetnek akár egy német egyetemre, hogyha szeretnének, illetve mivel ez egy államilag elismert nyelvvizsga, ha nagyon jól csinálják, akkor felsőfokú, ha picit kevésbé jól, akkor középfokú nyelvvizsgát kapnak. Sok tanuló már meglévő nyelvi alapokkal érkezik az intézménybe, de vannak, akiket előzetes tudás nélkül tanítanak a nyelvre. Ami fontos, hogy érdeklődjenek iránta. Amíg az angol egy középszintig könnyen tanulható nyelv, addig a német pont a középszintig nehezebben tanulható, hiszen nagyon struktúrált, nagyon rendszerezett, nagyon sok szabállyal. Tehát, hogyha most azt kell mondanom, milyenek azok a gyerekek, akik szeretik a szabályokat, vagy elfogadják a szabályokat és a rendet, azok tudják könnyebben megtanulni a német nyelvet. Az intézmény a nyelvoktatás területén is igyekszik kiemelkedőt alkotni és megteremteni minden lehetőséget a diákjainak, ez az egyezmény pedig egy újabb lépés a fejlődés útján.